Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez itt a DR Billions következő epizódja. És a mai részben, hölgyeim és uraim, elkezdjük a negyedik pályát. Csak előtte egy fontos információ kijött, a 0.7.0, ami nagyon-nagyon jó újításokkal rendelkezik, meg is nézzük. Egy új épülettel gazdagodtunk, ami nem lesz más, mint az inn. Egy kocsmát tudunk csinálni, ami mind boldogságot ad az embereknek az alsó szinten. Továbbá azt írt a leírás, hogy ezekben az időben is vannak ilyen veteránok, akik mászkálnak így a térképen, és lehet zsoldosokat vásárolni. Hogy hogy a tökönbe jön át 800 ezer zombin, azt nem tudom, de megjelennek elméletileg ebbe a kocsmába. Úgyhogy a Wood Workshopba lehet majd kifejleszteni 1000 aranyért. Egy kicsikét drága a játék korai szakaszába, viszont remélhetőleg jó bónusz fog biztosítani számunkra. Továbbá egy filharmonikus zenekar, orchestra zenekar feldolgozta a játéknak a zenéjét, úgyhogy sokkal epikebb lesz. Szerintem nagyon-nagyon jó lesz, mert már abszolút unom. Valamint New Game Option, Show All Alerts. Oké, minden értesítést ad most már a játék nekünk, van egy ilyen opciónk, megnézzük, hogy hogyan működik. Újat kezdünk, a bosszúval és a Wastelandre megyünk rá. Na, remélem, hogy jó pályát fogunk kapni, mert ugye a játékban nem csak az fontos, hogy mennyire ismered a játékot, hogy mennyire tudod a megfelelő stratégiát alkalmazni, hanem az is, hogy milyen pályát kapsz, ahol neked gazdálkodnod kell. Oké. Nagyon jó, repedések azok vannak, csak még véletlenül se tudjunk túlságosan sokat építkezni. És elnézek ide egy ijásszal, ide egy másikkal, erre egy megint másikkal, erre pedig még egyel majd, a katonámat pedig lehúzom ebbe az irányba. Oké, lássuk, hogy itt mi található. Itt van egy vékonyka kis átjáró. És van. És igen. Igen, azt hittem, hogy szerencség lesz, és akkor itt be vagyunk zárva. Itt viszont egészen jól állunk, kicsi a helyünk. De ez itt nagyon-nagyon könnyen védhető. Nagyon könnyen védhető. Oké, idehozom a katonámat, és akkor lássuk az északi vonalat, eddig még túl sok építkezési helyünk nincs. Itt is zombik, kisebb kaktuszok vannak, nem baj, a kaktuszokat ki tudjuk vágni, és tudunk belőle fát szerezni. Oké. Szóval a kettő ijásszal pedig megnézzük, hogy mi újság van ebbe az irányba. Egészen rendesen körbe vagyunk véve. Tehát házakat, túlságosan sok házat nem tudunk, ki kell csak ilyen haj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 
Ez egy pocsék pálya. Körbe vagyunk zárva, az igaz. Körbe vagyunk zárva, viszont nagyon lekorlátozza a játék a lehetőségeinket. Nagyon sok fa van, ami elérhető. Füves területünk is van. Viszont én azt mondom, hogy élek a döntés jogával, és kezdjünk egy újat. Azért nem feltétlenül szeretném próbára tenni magam. Oké, új játék. És mehetünk. Neki megyünk, neki ugrunk még egyszer, gyerekek. Hát, most jobbat kapunk. Hogyha kaptok egy pocsék pályát, akkor nyugodtan mondjátok azt, hogy fuck. Nem kell, nem muszáj. Ha nem muszáj annyit szenvednetek, akkor ne szenvedjetek. Oké. Sokat tisztább területünk van, és azt nézzétek, hogy mi van délen. Ezt nézzétek meg. Erről beszélek. Erről van szó. Erről van szó. És mindenkit ebbe az irányba kell tovább terelnünk. Ó, de csodálatosan hatalmas területet kaptunk. Északról még vagyunk, meg vagyunk védve még egy ilyen kavics darabban. Oké. Okay. Magunkra haragítjuk kicsit a zombikat. Jó, horribilis mennyiségű fát kaptunk, valamint egy kis aranyat, meg egy kis vasat. Ez zseniális. Zseniális, oké. Okay. Bosszantsuk fel a zombikat. Visszajövünk. Vele is. Ez egy sokkal jobb pálya. There we go. Erről van szó, oké. Okay. Jó, ezt megtartjuk. Ezt megtartjuk, gyerekek. Ezt megtartjuk, mert nagyon-nagyon jó pálya. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Akkor egyszer ott van a négyes. Valamint 80-ért le tudunk rakni, esetlegesen. Oda nem tudunk építkezni aktuálisan, és egyáltalán sem. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4.
5-6 kaját kapunk ebből a vízből. Egyszer. És megyünk tovább, azt mondja, hogy 6, 9, 9, 8, 10, 12, oké, akkor ide jöhet majd egy torony. És a 8-as. Oh, okay. Here we go again. Na lássuk, hogy hol vannak esetlegesen ellenségek. Yeah. All the way. Aminek rá lehetne lépni a torkára. George! Mondjuk úgy ott. Belövünk egyet. That will be majd hátrébb jövünk. You right? Oké. Okay. Gotcha. Lehet, hogy itt elkezdek járőrözni egy íjásszal. Yes. Ha esetleg ebből az irányból jön valaki, let's akkor rendre tudjuk igazítani. At your service. Are you sure? Any orders? Let's go. What? És mindenféleképpen elkezdünk itt takarítani. Elkezdünk itt takarítani. Oké, okay, van 20 fánk. Felveszik az aranyat meg a vasat. Nagyon oda kell figyelnünk erre a pályára. Nagyon-nagyon jó lesz, hogyha odafigyelünk. Oké, okay, itt most már jönnek gyorsabbak is. Azokat leszedjük. És lehet, hogy itt kezdünk el rendet rakni a zombik környékére. A katonánk azokkal simán el fog bánni. Van 20 fánk, és a belső zónával kell foglalkozunk először. Mindenféleképpen. Egyszer. Fűrészmalom. Azt mondja, hogy 9-12, oda nem tudunk építkezni. Tehát egyik alternatívánk a 9-16. Vagy pedig 11. 11. És ide nem tud... Oké, okay, marad a 16. Marad a 16-9. Marad a 16 és a 9-es. 1, 2, 3, 4. Oké, okay, elfogyott a kajánk. Katonánk itt dolgozik. Belövünk oda a zombik közé. És magunkra haragítjuk az ellenséget. Come on. Semmilyen veszély nincs aktuálisan, nagyon nagy területünk van, ez így nagyon-nagyon jó. Ide a random házakat, idézőjelesen random házakat rakjuk le. Ezen a ponton. 16 munkásunk van, 16 energia, az még nagyon jó. Movie Sir, Command Center's Worker, Supply 12 munkás. Fa nem kell, mert van itt rengeteg fa. Van itt rengeteg fa, 12 munkás, ezzel mi tökéletesen megbarátkozunk. Azt mondja, hogy kell akkor nekünk ide egy tesztatorony. Igen. És valószínűleg zöld terület irányába fogunk tovább haladni. Tehát itt is takarítanunk kell. Ott is takarítanunk kell. Ott a kettő ijászunk már dolgozik. Elkészült a tesztatorony. Tovább növelhetjük a stabilitásunkat. Méghozzá egy. A rossz helyen vagyunk. Oda miért nem tudunk építkezni? De nem tudunk építkezni, mert van már egy épület. Na ne viccelődjünk. Na ne viccelődjünk. 15 fa. 15 fa, az abszolút jó lesz. 10, 12. 12 és 11. Nagyon jó. Valamint ide is lerakhatom még egy 11-est. Amennyiben ide rakunk már egy tesztatornyot. Amennyiben oda rakunk egy tesztatornyot. Oké, okay. Ebbe az irányba szépen elkezdjük takarítani a zombikat, hölgyeim és uraim, kell a zöld terület. Nem látom még, hogy északfele mi van. Viszont... Viszont lehet, hogy ide is kellene egy tesztatorony. Yuritsa are in danger! Szeretünk veszélyesen élni. Danger volt a következő nevünk. Oké. Okay. Kicsit megfuttatjuk az ellenfelet. Egynek lőttek. Azt támadjátok, csajok. Mi pedig ide jövünk. És széjjel szedjük az ellenfelet. Oké, okay. Jönnek még rohangálósok, viszont szerintem megfelelő erővel rendelkezünk, hogy problémamentesen legyaluljuk a fejüket. Nagyszerű. Oké, okay. Jó. Jöhet a fa, 24 fával rendelkezünk. És... azt mondja, hogy 500 aranyra van még szükségünk. Van még 30 kajánk, tehát elkezdhetjük építeni ide is az épületeket. Azt hiszem, hogyha ide lerakok, nem tudom körbevenni.
ezért ebbe az irányba fogunk építkezni. Ennyi volt a kajánk, nem baj. Egy picikét megdobtuk a gazdaságunkat. Oh, here we go again. You are gonna pay me for this, right? Jó, a fát fel tudjuk venni majd, hogyha kell. Most még aktuálisan nem kell. Most még aktuálisan nem, le tudunk ide rakni egy kvarit. Nagyon-nagyon sok kő van itt, ez nagyon jó. Ezt nagyon szeretjük. Ezt viszont egyáltalán nem szeretjük. Any orders? Yes. So tired. Last night was amazing. Straight to the heart. Menj. Oké, meghaltunk. Meghalt egy íjászunk, túlvállaltunk magunkat. Ilyeneket ne csináljátok, gyerekek. Oké. Roger that. Oké. Jó. Azt ott leszettük, visszahozzuk az íjászt. Visszahozzuk az íjászt, mert túlságosan nagy fába vágtuk a fejszínket. Rengeteg zombi jön. Egyel kevesebb íjászunk van, ami elég nagy katasztrófa. Viszont még most meg tudjuk védeni magunkat. Még most meg tudjuk védeni magunkat. Elég sok rohangáló van, és jön a következő. Jó, nem választottunk gyenge pályát, gyenge stratégiát. Hogy állunk veterán szinten? 42, 75 és 58. Jó, ezeket le kell rendezni. Ezeket a zombikat le kell rendezni mindenféleképpen. És 4 lövés. Oké, le tudjuk rakni a Wood Workshopot. Majd ha lesz 10 energiánk. Jó, nagyon jó, hogy belefutok ilyen pofonokba, hölgyeim és uraim, mert így legalább nem lesz egyszerű a játék. Legalább lehet látni, hogy valójában... Ó, pont ennek az épületnek hagyták ki a helyet. Pont ennek az épületnek. Ez nagyon jó. Figyelnem kell majd arról, hogy keletről... Hopp. Itt csak itt megfuttatjuk őket. A futtatással nagyon-nagyon sok egység megölhető. Nagyon-nagyon-nagyon sok egység. Nagyon sok egység, és most az a feladatunk, hogy megvédjük a városunkat. Fullon vagyunk fával, mindjárt megvan az energiánk, és le tudjuk rakni a következő épületet. Most aktuálisan elfogyik a fánk. Elfolyik a fánk. Oké, kicsit visszább jövünk. Nagyon jó, megvan az energiánk, mehet le a workshop. Mehet ne le, hogyha le tudnánk rakni. Egyszer. És ennyi volt a fa, nem baj, egy kis védelmi vonalat építenünk kell, mert eléggé bezártuk magunkat. Eléggé kitoltunk saját magunkkal, az az igazság. De nincsen semmilyen probléma. Arra szólva előrébb mehetünk. Egy ijászt áldoztunk fel annak érdekében, hogy ne öljenek meg minket. Picikét előre, 88%-on van a veterán szint. És a katonánkkal az íjászok mögött maradunk, hogyha esetleg nagyon-nagyon sokan jönnének. Ha esetleg nagyon-nagyon sokan jönnének. Oda. Újabb sorépületet el tudunk indítani. Vagy amennyiben ilyen rohangálósok jönnek. Gyerünk haver, szedd szét, nagyon szép. Jó, megpróbálunk egy picit nagyobbat harapni beléjük. Így most már, hogy több katonám is itt van védekezni, ez így egészen jó. 70%-on van a veterán szint, 93% az íjászon. Fel kell fejlődnünk veteránra mindenféleképpen, hogy egy kicsivel ütőképesebbek legyünk, és jobban tudjuk takarítani az ellenfelet. Ott jön egy gyors mozgású. Oké, gyere. Megpróbáljuk kicsit megfuttatni. Sokkal gyorsabbak vagyunk. A katonák is így legalább fejlődik egy picikét. Nagyon szép, 74%. Mindjárt készen van a Wood Workshop, ami nagyon-nagyon-nagyon jó. Valamint újabb területeket vettünk saját irányításunk alá. És így 9-10. 10 kaja. Jöhet, elfogadjuk. Nagyszerű ajánlat. És itt fogom felépíteni a városomat. Ez lesz a központja. Ez lesz a központ. És odarakom még egy tesztatornyot. Egy ijászt elhúzunk.
Great. Faster than my bow. Okay, ezzel az IS-szal, valamint ezzel a katonával pedig megyünk előre. Okay. Balista, jöhet. 700 arany megy a levesbe, de legalább a technológiánk az fejlődik. You again? Are you sure? Megpróbáljuk kitakarítani ezt a zónát. 97%, 68%. Oké, mindjárt veteránok vagyunk. Ha már egy ijásszal veteránok vagyunk, akkor őt problémamentesen tudjuk, így is van, védekezni, küldeni. Oké, elkészültünk. Rakunk le ide esetleg egy kis csalit. Kettőt. Most még abszolút nem használjuk. De majd fogjuk. Oda belövünk egyet, megnézzük, hogy mennyi gyors van. Szerencsére nincs. Oké. Áthozzuk ezt az IS-unkat, őt is veteránná kell alakítanunk. 35%-on van, tehát a védelmük az egészen jó erről a pontról. És haladunk tovább ebbe az irányba. Oké, fullon vagyunk fával, hölgyeim és uraim, ami azt jelenti, hogy tudunk terjeszkedni. Ami azt jelenti, hogy rakunk le ide... még egyet. És ide le kell raknunk a baliszta tornyot. Muszáj. 76-os a katonánk. És minden egyes zombi, amit ide húzunk, segít a fejlődésben. Oké, egy gyors mozgású van. Nem baj, azt leszedjük a katonával. Kettő gyors mozgású. Ki kell kerülnünk. Oké. Jó, valószínűleg most veterán leszünk a katonával is. És ide jövünk és védekezünk. Új épület érhető el. Nagyszerű! Oké, most nem fogom a pénzt elherdálni, hanem fel fogok húzni ide egy balisztát. Amint ezeket a katonákat, amint ezeket a zombikat leszedtük, ide egy balisztát kirakunk. Oké. Mr. Tuxedo. Jó, öt lövés kell. Oké, veterán lettünk a katonával, nyomulhatunk előrébb. Nyomulhatunk előrébb, és egyetlen egy picike pillanat kell, hogy lerakjuk ide a balisztánkat. Azt a zombit meg kell, nagyon jó. Oké. Oké, a kérdés az, hogy tudunk-e falat rakni, nem tudunk. Ide tudunk. És ide is. Jó, szedjük le azokat a zombikat, hogyha most elrontottuk, ha most nem csináltuk jól, hölgyeim és uraim, akkor nagyon-nagyon sokan fognak jönni. Nagyon sokan. Oké, visszavonjuk. Hátrébb jövünk. És az IS-szal is hátrébb jövünk. Nem tudjuk szétszedni, túlságosan sok az ellenség. Egy, kettő, három, négy. Order, sir. Jó, a katonával nagyon-nagyon szép eredményeket fogunk elérni, hogyha sikerül jó karakterre kattintanom. Egy, kettő. Jó. Valószínűleg kihúztuk ebből a zónából, töröltük a gyártását a baliszta tornyunknak, elveszítettünk egy falat. Nincs semmi gáz. Attól függetlenül le kell raknunk egy baliszta tornyot. Ott is van. Nagyon jó. Jó, oké. Nagyon jó. Jönnek gyorsak, de ez nem fog problémát jelenteni, mert a Soldier-öm már a veterán szerencsére. Azt mondja, hogy jönnek egy páran, nem baj, megfuttatjuk őket. Jó, egyesével jönnek, ami nagyon jó, nem csoportosan. És a felénél jár most már a baliszta tornyunk, ez nagyon-nagyon jó. Itt jön egy kis probléma, nem baj, lelövöldözzük. Az a veterán katon az nagyon-nagyon sokat segít, hölgyeim és uraim, hatodik nap van. Azt mondja, hogy készül a baliszta tornyunk, és következőnek jó lenne egyébként menni a farmra, de addig ki kell építkezni ide. Tehát most a pénzemet egy picikét tartalékolni fogom, és lerakok ide egy Tesla tornyot. Ott megállunk, és elkészült a baliszta tornyunk, ami nagyon-nagyon-nagyon jó.
Nagyon szuper. Oké, északról valamilyen szinten védve vagyunk, egészen stabil a védelmünk. Tehát elhozom most már innen ezt a katonát. Most jönni fognak a zombik, mindenféleképpen. Erre az irány, ebbe az irányba kellene körülnézzünk. És lehet, hogy a katonámat elküldöm, hogy... asszisztáljon nekünk az itteni kitakarításban. Itt konkrétan problémák nem nagyon vannak. Északról védettek vagyunk. A katonán nagyon nagy zajt csap, de már veterán. Hol? Egyen meg. Egyen meg. Oké, akkor óvatosabban. Óvatosabban, van 700 lóvink. Ami azt jelenti, hogy még egy balisztát le fogunk tudni pakolni. Csak kell hozzá egy tesztatorony. És ide beállunk védekezni. Nem leszünk idióták. Nem leszünk idióták, nem leszünk ostobák. Oké, csak közelebb mentünk. Jó, elég nagy mennyiségű ellenséget magunkra húztunk, tehát lejövünk a katonával. Lejövünk a katonával, és megnézzük, tudunk lerakni. Nagyszerű. Ha a játék is engedni, hogy kattintsak. Azt mondja, hogy túlságosan közel van az ellenség. Az nem jó. Az nem jó, azt leszedjük. A katonám pedig szépen itt le fogja nyírni ezt a zombi hadsereget. Idézőjel bezárva a zombi hadsereg. Jöhet a következő bariszta. És kérdezhetnétek, de hát Uno, miért szeretnél ilyen korán balisztákat lerakni? Miért nem jó az, hogyha mondjuk így egységekkel, katonákkal tisztogatod itt a környéket? Én ezt most kitüntetném, ezt az IA-t. Jézus! Ez azért a meredek volt. Hú! Az is meredek volt. Hogyha simán beleüt egyet, akkor elvesztek 500 aranyat, ami a játéknak ezen a szakaszán eléggé fájdalmas tud lenni. Eléggé fájdalmas. Oké, nyomuljunk előrébb. Északra folyamatosan jönnek a zombik innen a környékről, ahol fel vannak halmozódva. Oké, körbevettük fallal. Nagy problémáink nem lehetnek, és elkezdhetünk fölfele deríteni, valamint ezzel az ijásszal... Ne, még nem. Még nem, itt megállunk. Amint ez kész lesz, akkor leszünk bátrabbak. Egy, kettő. Jó, ezeket szétlövöldözünk, magunkra húzzuk itt a zombikat, és mindjárt kész a következő baliszta. Ami nagyon jó. Ami nagyon jó, két oldalról be vagyunk védve. És nagyon szuper. Nagyon szuper. Mindig az erős ellenfeleket húzzuk magunkra. Jó, ide lövünk egyet. És szépen mögé jövünk a barisztának. Csalogatjuk az ellenfelet. Közben 12 kajánk még van, ami azt jelenti, hogy elpocsékoltuk az időt annak érdekében, hogy tovább fejlesszük a kolóniánkat. Elég sok időt veszítettünk, és szükségünk van egy stonework, egy kőfejtőre egyszer. Valamint lerakjuk még ezt a maradék néhány házat. Ezt a maradék kettőt szám szerint. Gotcha. Oké, itt kijebb jövünk az IA-szal. Okay. Straight to the heart. Lövünk egyet. Gotcha. Faster than my bow. Great idea. Oké, visszaebb jövünk. I'm just kidding. Understood. Megyünk tovább a katonával. És amíg csak ezek az egyszerű kulogók jönnek, addig jó helyzetben vagyunk. Itt vagyunk a leggyengébbek. Leggyengébbek. Azt mondja, erről az oldalról jöhetnek, és erről az oldalról is jöhetnek. Van pont 500 aranyunk. Járőrözzünk. Nem tudjuk, le fogja szedni. Ó, az anyádat. Jó, túl bátrak lettünk. Melyik? Semmi baj, visszaebb jövünk, egy ijász pedig elhúzunk ebbe az irányba. Megfuttatjuk őket. Megfuttatjuk mindet. Elveszítjük azt a tornyot. Semmi gond. Leszedjük őket. Leszedjük, és utána a torony vonalába fogjuk rakni. Torony vonalába rakjuk. Három ijásszal itt szépen kitakarítom ezt a zónát, mert most már eléggé idegesek szerintem a zombik. Hogy itt zaklatom őket folyamatosan. Előrébb megyünk a katonával.
Jó. Rendben. Húzzuk őket kicsit a baliszta irányába. És ezt is el fogjuk veszíteni, hogyha rosszul csináljuk. Igen. Jó, fel kell hoznunk ide a zombikat. Szerintem egy veterán és egy sima íjásszal elég szép károkat tudunk okozni. Oké, jó gyerekek, ez eléggé problémás lesz. Enemies are too close. Semmi gond. Kinyírtuk az enemit, le tudjuk rakni a falat. Elég idegörlő ez a pálya. Egészen idegörlő. És kell 500 arany. Igen, elvesztettük most ezt az 500 aranyat, sajnos. Kettő ijásszal itt boldogulni fogunk szerintem. Itt takarítjuk ezt a zónát. Fával teljes mértékben jól állunk. Nem lesz probléma. Oké, megvan az 575-ös. Ami azt jelenti, hogy jöhet ide egy baliszta. Egyszer, mert a későbbiekben ezt le fogom rombolni. Most csak tűzoltásra kell. Mindenféleképpen tűzoltásra kell. Mind a ketten veteránok, nagyszerű. Egyesével, hogyha lelőjük ezeket a zombikat, még talán nyugodtabb lehet az életünk. De meg kell várnunk a balisztát. Mindenféleképpen meg kell várnunk a balisztát. Öt lövés kell, az annyira nem jó. Oké, közelebb jövünk. És Village of Doom! Nagyszerű. Nagyszerű. Nagyon hiányzott. Hát innen már következtethettem volna, hogy itt van egy Village of Doom, de hát akkor nem erre fogunk fejlődni, hanem lehet, hogy ebbe jövünk ki. Kell a zöld terület. Kell a zöld terület, mert kajánk egyáltalán nincs. Kajánk egyáltalán nincs, és hogyha nincsen kajánk, akkor problémás a helyzet. Oké. Arrébb húzzuk őket. Hagyjuk, hogy a baliszta dolgozzon. Ez mondjuk elég jövön aluli egyébként, így megsugom a játéknak. Nem tudom, hogy mit tervezett, vagy hogy hogyan tervezte, de tényleg elég jövön aluli. Egy Village of Doom-ot lerakni ilyen távolságra, ráadásul pontosan oda. Kik gyűltek itt össze? A kutya fáját. Pontosan oda, ahol a zöld terület van. Ahol lenne lehetőségem egy kicsikét nyújtózkodni. Pontosan oda lepakol nekem egy Village of Doom-ot. Nem baj. Biztos vannak ennél sokkal katasztrofálisabb pályák. El kellene kezdenünk, haver, akkor erre fel a vagánykodni. Kell ez a zöld terület. Kell a zöld terület, és most már birtokoljuk azt a pontot, azt a zónát. 610. nap van, nem fogom elkölteni a pénzem, mert három balisztám igaz van, viszont ha le kell raknom még egyet, akkor problémás helyzetbe leszek, és nem igazán birtoklom ezt a területet. Nem igazán birtoklom. Lássuk, hogy hova lehet. 11. Igen, valamint 9. Az ott jó lesz. 11-9, és jöhet ide egy fal. Oké, gyere haver. Rendetlenkedjünk ebbe az irányba. Innen húzzunk még egy kis zombit. Oké, eljövünk szépen a baliszta irányába. Innen is húzunk egy nagyobb csapatot, hogy a lehető legnagyobb területünk legyen harcolni. A lehető legnagyobb területünk. Ez fontos. Mert meg fogjuk futtatni az ellenfelet, az első támadást, ami a 11. nap környékén várható. Oké, elkészült kettő darab házunk. Jó, kicsit visszább jövünk. Visszább jövünk, nem leszünk annyira vagányak. Jó, megint visszább jövünk, csaptunk egy kis zajt. For the humans! Oké, fával abszolút jól állunk, de nem nagyon tudok kifele terjeszkedni, mert nem látok szinte semmit a térképből. És azt is látom kellene, hogy hol jön az ellenfél, és akkor oda rakom le a balisztát. Ha nyugatról jön, egyértelműen innen tud bejönni. Hogyha délről jön, akkor valószínűleg innen, és akkor ide kell még egy baliszta, hogy kettő tudja védeni egymást. Hogyha északról,
meg akkor eminens, hogy melyik oldalról fogja megkocogtatni a fejemet, hogy hello! Jöttünk rendetlenkedni, mert mi vagyunk a Zazók, viszont abszolút lehetőségünk van lerakni még több házat. Még több és még többet. Ide is, és elfogyott a kajánk. Oké. Okay. Kicsit előrébb jövök ezzel az IS-szal. Igen, ezek már 45-ösök. Ezek már erősek. Ezek már erősek, viszont húzhatok egy újabb kupacot. Húzhatunk egy újabb kupacot. Nagyon-nagyon sok kő van, ami nagyon-nagyon jó lesz. Oké, maradjunk ott az IS-szal, hogy tudjuk húzni őket. 5 tent elkészült. 247-tel még körülbelül a békosegge alatt vagyunk. Viszont ki tudom adni a farmnak a fejlesztést. És farm, igen, farmot kell fejleszteni. Gyorsan túl kell lennünk egyébként ezen a Village of Doom-on. What's up? Any infected around? Gyorsan ki kellene szednünk. Yes. A zombikat, és lehet, hogy meg fogom csörgetni. Faster than my bow. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 épület. Straight to the heart. Gotcha. 6 épület van. You again. Okay. Húzzunk megint egy bandát. My arrows. Are you sure? Jó. Gyertek, gyertek, gyertek. Gotcha. Az utolsó pályán muszáj ilyen, ilyen védelmet kialakítani, hölgyeim és uraim, mert eléggé nagy problémát jelentenek a zombik. Nagyon sokan vannak. Nagyon-nagyon-nagyon sokan. És muszáj futtatnom az IS-szal őket. Muszáj futtatnom, és most már, hogy rendelkezek balisztával, technikailag ki tudom szedni azt a csapatot, ami itt a környéken van, és tudok kifele települni. Ez egy nagyon fontos pont. És húznom kell kifele őket. Húznom kell kifele, és legalább derítek is egy kicsit. Oké. Jó, 12. nap. 12. nap a zombi támadástól. Rettegve nem nagyon megyek semmerre, viszont itt van egy hatalmas terület. Van egy hatalmas terület. Egy ventilátort le kell raknom, hölgyeim és uraim. Oda mehet. Oké, ezzel itt jók vagyunk. Lehet, hogy meg fogom csörgetni. Oké, jöjjünk arrébb. 55, kaptunk egy pofont. Oké. Egyszer ott védekezünk. Ide is le akarok, ide is le kell raknom. Le kell. Oké, van 1000 aranyam. Azt a zombitot le kellett szedni. Így. És most pedig meg kell védenem. Biológiai haderővel. Elkészült a millem. Kajám egyáltalán nincs. Kajám nulla van. Ezeket én eltakarítom és előrébb megyek a katonával, mert szerencsére a balisztának köszönhetően fix védelmem van. És a katonám is elég erős, hogy csapás mérjen az ellenfélre. Ez a South. Jó helyre került. Jó helyre került. És remélem, hogy erről jönnek délről. Roger that. És halljátok a zenét? Yes. Right in the eyes. Igen, hallatszórik. Hallatszórik, nagyon-nagyon zseniális. Nagyon jó. Oké, innen húzom még egy kisebb zombi csapatot. Oké, gyertek, srácok. Gyertek. Yes. Agyon lövünk mindenkit. És minden irányból véletek vagyunk, tehát még véletlenül sem fognak bejönni a bázisunkra. 226 pénzt kapunk, amit tartalékolnunk kell egy kicsit. És meg is érkezett a déli banda. A probléma inkább itt lesz. A probléma inkább ott lesz, hogyha innen jönnek sokan. A járőröző IS-omat áthúzom a másik oldalra. Ide. Északon körülnézek. A lehető legtöbb zombit megpróbálom becsalni magamhoz. Ez az, szép. Okay. Jó. És úgy látom, hogy dél nyugatról fog jönni. Okay?
Nem lesz gáz. Körbe tudom itt is futtatni. Körbe tudom itt is futtatni. Csak kell egy ijász. Kell egy ijász. Remélhetőleg lesz elég nagy csataterem. Technikailag nem tudnak átjönni. Technikailag nem. Fulla vagyunk mindennel, gyerekek. Úgyhogy a biztonság kedvéért, vagy csak azért, mert megtehetjük, egy barakot rakunk le, és megtoljuk mondjuk kettő vagy három fallal. Igen, azt már látjuk. Oké, jön az ellenfél. Jön az ellenség. És itt meg kell futtassam. Meg kell futtatni. És remélem, hogy megtudjuk. Az is lehet, hogy itt fog jönni. Jó. Nem akarok túlságosan sok fát elkölteni erre, bár mondjuk van fám. De rakunk le egy kis biztonsági falat. Egy kis biztonsági fal. És itt is jönnek, vékony helyen jönnek át, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy sebzést bekapnak. Be fognak kapni. Gyere ide, haver. És ennyi? Ennyi az első támadás. Jaj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 
elvesztettem. Túl gondoltam egy kicsit túltoltam az első támadást, megúsztuk, hölgyeim és uraim. Tehát itt van egy átjáró, ez itt egy rossz zöld terület. Hol a büdös francba van a kaja? Hol a francba van a kaja? 1500 pénzünk van, ami azt jelenti, hogy kifejleszünk szépen a mesterlövészt. Egy veterántól elbúcsúztunk. Ez egy nagyon-nagyon rossz hír. Megnézzük, hogy itt tudunk-e kiebb húzni esetleg zombikat. Oké, okay, egyet itt kinyírtunk. Ja, egy kicsivel nagyobb bulit hozunk a keleténél. De nem lesz probléma. Kinyírtuk a gyorsakat, a lassúak nem ellenfelek. És ott a zöld terület. Ott a zöld terület, kint a francba. Nem tudom, hogy miért kapok ilyen pályát, eléggé bal szerencsés vagyok. Ilyen téren. Ez így elég érdekes lesz. A mesterlövészeket hamarosan kifejlesszük. A mesterlövészeket hamarosan kifejlesszük, és vasunk nincs. Oké, gyertek srácok. Gyertek. Gyertek. Roger that. Yes. You order? Ezeket is innen húzzuk. Oké, szuper. Vas aktuálisan nincs. Ott van még kő. De van 10 vas! Oké, nagyszerű. Csak kajánk nincs. Az viszont para. Honnan tudunk kaját szerezni? Innen. Onnan. Túl sok választásunk nincsen. 41, meg ha 20. Oké. Okay. Jól van. Értettem a játéknak a célzását. Ebbe az irányba megyünk tovább. Rakunk le egy kis defenzív falat. Nagyszerű. A felesleges zombikat itt le fogjuk lövöldözni. Valamint szerintem meg fogom csörgetni az egyik házat. Oké. Okay. Jók vagyunk. Ki kell ürítenem. Ki kell ürítenem a házat. Oké, arrébb jövünk. Kicsit nagyobb a nyomás a kelleténél. Jó, most már tud segíteni nekünk a baliszta torony. Most már tud segíteni, készen van a teszta torony. Hello gyerekek. Elhúzzuk őket. És csinálunk egy baliszta tornyot. Ezúttal... ide.
és jó fejek vagyunk. Oké, okay, jó. Elméletileg ki fogja bírni a fal. Elméletileg ki fogja bírni a támadást. Elméletileg. Oké, okay, csörgessük tovább a házat. Nagyon jó. Hátrébb jövünk. Innen is egy másik csapatot behúzunk. Ó, vannak itt kemények. Vannak itt kemény srácok, lányok. Tudom, a falat ütik. Abból még problémánk nem származott. Hé, hey, erre gyertek! Okay. Ne legyetek már agyatlanok! Oké. Okay. 17. nap van. Egy farmunk megvan, az azt jelenti... Ez azt jelenti, hogy 5 mesterlövésszel gazdagabbak lehetünk a következő támadásra. Mehetünk ebbe az irányba. Elhúzzuk innen a zombikat, amiket sikerült kicsörgetnünk. Ez pontosan ugyanolyan, mint amikor csak így megfogjátok a bombát, hogy akkor le fogjátok rakni. De mégsem teszitek le, hanem csak egyszerűen elhúzzátok a mézes madzagot a zombi orra előtt, hogy ah, ekkora király lesz, gyere, aztán támadj meg, rohadék. Oké, okay, egy sniper elkészült. Idehozzuk. El kell pusztítanunk ezt a várost, mert itt van zöld terület. Itt is van még egy kicsi, a város miatt az elég nagy veszélyben van. Itt van egy másik, de itt van egy átjáró. És ott van még zöld terület, nagyon-nagyon messze, és itt van a térkép széle. Tehát kajába ez abszolút nem jó. Stagnál a populációm, 114-en vagyunk csak. Jó, gyertek! Elég nagy csapatot hozunk. Újabb mesterlövészt. Ez nem baj, hogyha egy kicsit előrébb nyomulunk. És ki kellene fejlesztenünk a marketplace-t. Le is kellene raknunk a marketplace-t, de négy munkásunk van. Négy munkásunk van. Igaz, hogy van 17 kajánk most így. Szerencsés helyzetben vagyunk. És még egy. Még egy. Nagyon jó. Oké, jól csörgettük az ellenfelet. Nagyon szépen dolgoztuk, és kíváncsi vagyok, hogy mi történik, hogyha egy picivel előrébb megyek ezzel az emberrel. Ezzel a katonával. Hé, gyerekek! Nem feltétlenül kéne itt vagánykodni a mesterlövészekkel, tudjátok? So many targets! Bizony. Jött a következő. Következő mesterlövész. Ezzel a 10 vassal jól jártunk. Ezzel egészen jól jártunk. Most a mesterlövészeinket tudjuk felfele fejleszteni. És a kisebb egységeket is levadászni vele. Oké, okay, további csörgetés nem kell, mert kint van az egység. Kint van a csapat. Gyertek hátrébb, srácok. Lehet, hogy ebből a pontból kellene tovább mennünk. Oké, okay, és bekerítenek mi? Nem. Nagyon jó. Jött a következő mesterlövész. Nagyon jó munkát fognak végezni, és igaz, hogy kicsit meg vagyok csúszva, 18. napon van mesterlövészem. 4 munkásom van. Fejlődnöm kell. Fejlődnöm kell, fejlesztenem kell. Hátrébb jövünk. Megnézzük, mi újság van ezekkel. Ezekkel az az újság, hogy nem jönnek. Jó, lenézünk ide egy kicsit délre, amíg rendetlenkednek a mesterlövészeink. Úgy látom, hogy itt van egy egészen jó átjáró. Plusz még egy keskenyebb. Erre gyertek! Oké. Okay. Nem akarom, hogy lemaradjanak ezek a zombik. Nagyon szép. Kicsit visszább jövünk. A balisztatorony védelmi vonalába. Nem igazán kell fejlődnie az ijászunknak. Marketplace kikutat, hogyha lesz elég aranyunk, le is rakjuk. Nagyon gyenge, ez a pálya most nagyon-nagyon gyenge. Nagyon. 8 munkás kell hozzá. 8. Ami azt jelenti, hogy fejlődhetünk tovább. Igen, ezt elfogadjuk. És kell még az utolsó mesterlövésznek néhány arany.
És az a nagy vonalú kérdésünk, hölgyeim és uraim, hogy itt tudunk-e valamilyen kárt tenni? Valamilyen érdemi kárt? Jó, az utolsó mesterlövészünk is jön kifele. Vasunk még konkrétan nincs. Lássuk, az utolsó momentumként, hölgyeim és uraim, nézzük meg, hogy hol van vas. Ott van kettő darab. És sehol máshol. És távolabb. Village of Doom, I love you! Ide még le tudok rakni egy farmot, hogyha előrébb megyek, csak ahhoz ki kell takarítanom ezt a zónát. Ami elég nyögvenyelős lesz. Be kell látni. Ott van vas, ott is van vas. Hát hölgyeim és uraim, ennyi fér bele a mostani részben. Örülök, hogy elkezdtem ezt a pályát. 19. nap van. 70 napom van még, hogy úgy észhez térjek. És érdemileg valamit csináljak. Jó a kezdőterület, de nagyon sok zombi van, és ez a Village of Doom eléggé problémás. De meg fogunk vele küzdeni. Balisztatornyokkal, katonák segítségével, meg ezzel az 5 mesterlövésszel fogunk megfelelő kárt csinálni, szerintem ilyen rétegesen fogunk előrébb haladni. Viszont én mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, örülök, hogy velem tartottatok, én Uno voltam, és mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!